Sziasztok, mongufták! Bocsánatot kérek előre is a háttérzajokért. Jana és Jolán éppen játszanak a háttérben. Most azért gyűltünk itt össze, mert véglegesen eldőlt, hogy melyik nap lesz a mongufta találkozó. Puskázni fogok Jana a telefonjáról, majd berakom ide a képet. 24%-otok jelölte a 8. hó 14-ét, tehát augusztus 14-e szombatot. 12% nyomta azt, hogy mindkettő nap jó lehet, és így 6%-ra csökkent az első nap, így az kiesett, és 57%-a nem tudok írni. Kérdeztétek, hogy ha több lesz, ha nem tudok írni, akkor elmarad-e a találkozó? Nem. Tehát, hogy mi megtartottuk annó 7 vagy 8 emberrel, utána 10-valamennyivel, és tavaly 25-6 emberrel. Most már egy picit többre számolunk, tehát ilyen 30-40 körül kalkulálunk, de akármennyien jöttök is, mi szeretettel várunk titeket, és reméljük, hogy minél többen eljöttök. Miről is szól ez az egész? Ha még nem láttál egyetlen egy mongufta találkozót, se írd be majd utána, illetve megtalálhatóak lesznek a záróképernyőnél az eddigi mongufta találkozós videók. Mindenféleképpen nézzétek meg, illetve hogyha a szülő kérdezné, hogy hogy zajlik egy ilyen, nyugodtan üljetek le együtt és nézzétek meg. Arra szeretnénk kérni titeket, hogyha jöttök is, és még nem múltatok el 18 évesek, mindenféleképp a szülő tudja azt, hogy hol vagytok, szülői engedéllyel jöjjetek nyilván, és hogyha esetleg a szülő dilemmázik, mondjuk apa azt mondja, hogy igen, anya azt, hogy nem, de hogy így nagyon gondolkoznak, akkor minket meg lehet keresni Messengeren is, illetve Instagramon is. Volt már olyanra példa másik évben, hogy beszélgettünk egy szülő párossal előtte telefonon, és akkor teljesen rájöttek, hogy milyen kis normális család vagyunk, ami amúgy egyébként ilyenkor igen, Janára néztem ki oldalt, ami amúgy igen, tehát hogy oké, hogy rage-elek a játékokba, ezt tudjátok, ne azt mutassátok apukátoknak, hogy üvöltözik a bácsi, mert hát az önmagában ritka alkalom mondjuk szabad téren, hogy üvöltözzek csak úgy, hogy ha megnézitek az előző videókat, akkor látjátok, hogy ilyen családias kis közösség vagyunk, és így várunk mindenkit. Alapvetően ingyenes a program, mivel hogy mi szervezzük saját magunk a Margit-szigeten, a helyszín Budapest-Margit-sziget, a Szökőkútnál találkozunk, a pontos kezdés 9:30 körülre próbáljátok odaérni. Most nyilván, aki az ország határától jön, vagy mondjuk, mit tudom én, Szlovákiából, vagy ilyenek, lehet később is érkezni, mert múltkor is volt olyan, valaki a felénél jött meg, nincsen azzal a probléma, de mindenféleképp próbáld meg velem felvenni a kontaktot, hogyha mondjuk már közeledsz, vagy valami, hogy tudjuk azt, hogy mondjuk én vagy Jana kimenjünk elétek, mert ebbe is szoktunk segíteni, hogyha már nem a Szökőkútnál vagyunk, akkor valamelyikünk kimegy elétek. Erre azt tudjuk felajánlani, hogy aki biztos, hogy jön, tehát ha te most úgy érzed és tuti fix, hogy 8. hó 14-én szombaton el szeretnél jönni a mongufta találkozóra, akkor Instagramon ír rám, mikor már biztos, mikor 100%-ig biztos. Hú, de meleg van, közben izzadok. Igen, ezt muszáj volt beletennem, mert a ventilátort nem kapcsoltuk be, mert még jobban szarrá bugná a videót. Hát igen, reméljük, hogy nem ilyen fűlett napunk lesz. Na most az időpontot akkor elmondtam, 9:30-kor gyülekezünk. Azért ilyen korán, mert múltkor mondtuk, hogy 10 vagy 10 óra 30, és dél volt majdnem, mire mindenki odaért, és addig másfél órát elvettünk egymástól, csúnyán fogalmazva, és szeretném, hogy tényleg úgy érkezzünk, hogy egyből tudjunk egy csomó mindent csinálni. Amit meg kell említenem, hogy ugye ingyenes a program, annyit szoktunk kérni, amit most is kérnénk, hogy közösbe hozzatok valami kaját, tehát vagy süttök valamit, vagy anyukátok süt, vagy apukátok, lehet sós édes, vagy hoztok chipset, mit tudom én, valakinek almafája van, és hoz 3 kiló almát, tehát hogy ez ilyen önkéntesen bedobjuk a közösbe, és mindenki eszeget belőle, és így ennyi gyakorlatilag, amit szeretnénk ilyen téren kérni, és hozzatok magatoknak nagyon sok vizet vagy innivalót. Van a Margit-szigeten kút, ahol fel tudjuk tölteni hideg vízzel, de alapjáraton legyen mindenkinél víz vagy üdítő, azt nem dobunk a közösbe, azt mindenki magának kell, hogy gondoskodjon róla. Költőpénzzel is úgy vagyunk, hogy lehet nálatok. Nem fogunk direkt úgy menni, mondjuk sétálni a Margit-szigeten, hogy akkor most mindenki vesz mondjuk 1200 forintért egy vattacukrot, aki szeretne, ugyanúgy vehet, mint hogyha bárhol vásárolna. Ez azért hangsúlyozom ki, hogy tudjátok, hogy van lehetőség a szigeten vásárolni, de ezt nektek kell megoldani. Program terén ugyanúgy lesz nyereményjáték rész. Akik már voltak az előző mongufta találkozókon, azok láthatták,
hogy mindig készülünk apróságokkal, tavaly nagy divat volt, és nagyon nagy, sokat aratott az, hogy plüssöket sorsoltunk. Idén is megpróbálunk több ajándékot kivinni, úgy próbálunk, hogy mindenkinek jusson valami, illetve személyre szabott ajándékkal is készülünk, ami csak azoknak a mongúftáknak lesz, akik a találkozóra eljönnek. Természetesen fényképezni is fényképezünk, illetve videón rögzítjük az egészet, tehát vlogolunk. Ha a szülő nem szeretné, vagy a gyerek nem szeretné, vagy te nem szeretnéd, hogy látszódj a vlogba, ezt úgy szoktuk megoldani, hogy amikor ilyen körképet veszünk, akkor max. Egy pillanatra, ha belelogsz, de direkt nem megy rád a kamera, kiültetünk a szélére, amikor valami olyan rész van, meg ilyenek, tehát hogy meg tudjuk oldani, vagy úgy vágjuk meg a videót, hogy eleve ne látszódj bele, csak ezt előre kell jeleznetek, hogy nem szeretnétek, többieknél pedig örömmel várjuk a mongúftákat is, hogy látszódjanak, mert hogy tök jó buli. Mert mi a program? Most kicsit sportosabbra vesszük, rám fér, de hogyha láttátok a múltkori SSO live-ot, ahol edzettem, hát nem egészen olyat képzelünk el, bár én azt se zárom ki, hogy egy fél óra mozgással bemelegítünk, akinek van kedve, nem kötelező. Aztán lesznek közösségi játékok, például lehet majd fociznunk, teniszezni, és strandlabdával is labdáznunk. Ezeket már lebeszéltem az egyik mongúftánkkal, hogy ő hozza, a strandlabda pedig a miénk lesz. Úgyhogy lesz ilyenre lehetőség. Ezen kívül még más játékokkal is készülünk, ami nem csak sport, lehet majd rajzolgatni, meg hasonlók. Mindenki megtalálja, ki mit szeretne majd csinálni. Gyakorlatban 9:30 körül gyülekezünk, 10-kor szeretnénk elkezdeni, hogy letelepedünk az egyik helyre, és utána elkezdjük ezeket. Az egész programot 5 óra 30 per 6 óráig tartjuk maximum, tehát ha mondjuk volt olyanra is lehetőség, hogy a szülő odahozta a gyereket, és mondta, hogy zárásra visszajön érte, akkor arra kérjük, hogy legkésőbb 6-ra jöjjön vissza. Ugyanúgy a szülőknek is megadjuk a telefonszámunkat, hogy tudjunk értekezni, hol vagyunk a Margit-szigeten, ezt így tartom fernek. És akkor van ez az opció, hogy vagy ott hagyja a gyereket, és addig ő persen el van, vagy beül egyet kávézni, vagy ott van velünk, ez sincsen kizárva. Ilyenre is volt példa. Nagyjából hasonló lesz, mint az előző találkozó, az a rész, hogy az állatos részt ugyanúgy megnézzük, mert mindenki szereti a kislovakat. Bár ha fizetős, akkor átgondoljuk, mert nem biztos, mert minthogyha fizetősé tették volna, ezért még utána járunk, mikor ott leszünk. Előtte egy pár nappal utána nézek. Itt van lehetőségetek elhozni a kézzel készített fanartokat, rajzokat, meg ilyenek, tehát azt ne hagyjátok otthon, mert volt, aki kérdezte, hogy a rajzokat az oda lehet adni, hogy ne lehetne, nagyon hálásan köszönjük. Annyi, hogy múltkor a nagy szakadó esőben volt, ami elázott sajna, de igyekszem úgy eltenni, hogy ne ázzon el. Ha eső lenne, hát ne legyen, tehát hogy arra nagyon B opcióm nincsen, tehát ha eső lesz, akkor maximum, de eltolni se tudjuk másik napra. Ne legyen eső, imádkozzatok, hogy ne legyen eső. Megoldjuk valahogy, tehát hogyha már feljöttetek Budapestre, akkor keresünk valamit, ahova el tudunk menni együtt, vagy beülünk maximum plázába, vagy moziba. Az a ilyen B-opciónak valamit kitalálunk, de reméljük, hogy jó idő lesz. Augusztus 14-ére reméljük, hogy most már jó idő lesz. Akik esetleg ők az előző dátumra szavaztak, ne szomorkodjanak, lesz még lehetőség találkozni velünk, velem. Többek közt, ha összejön, akkor jövő héten a mondókonon kín leszek, de ez majd csütörtökre dől le, addig szurkoljatok, hogy sikerüljön. Illetve jövőre is megpróbálunk Talit összeegyeztetni. Addigra már talán még jobban engedi a covidos helyzet. Szia Jolán! Elsétált a lábamnál. Gondolkozom, felemelem, de most vadászik, úgyhogy. Jolánnal nem találkozhattok. Erre is ki akartunk térni, hogyha esetleg van kutyád, és el akarod hozni minden áron, azt a saját felelősségedre hozd, hogy tudod azt, hogy bírja a gyerekeket, mert rengeteg emberre számolunk, nem csak magunknál, hanem úgy átlagosan is kint, és az se lenne jó, hogyha egy idegen csapatba támadna be a kutya, vagy akár nálunk, tehát arra mi nem tudunk felelősséget vállalni, hogyha valaki elhozza a kutyáját, az megharapja az egyik nézőnket, és akkor elnye-belnye. Tehát, hogy állatot csak akkor hoz, hogyha tudod fegyelmezni ennyi időn keresztül is, mert például azazel elhozta Cumét, semmi baj nem volt vele, Cume volt az egyik sztár konkrétan,
lehet, hogy idén is jön, ugye a kis kopasz kutyú, nagyon cuki. Aztán erre volt a másik példa, hogy egy másik néző megmondta, hogy ő azért nem is hozná ki, mert annyira figyelmet igényel, hogy nem tudna figyelni ránk és a programokra. Gondoljátok át, hogy ki hogy szeretné. Igazából azt mondanám, hogy próbáljátok úgy öltözni, hogy kényelmes legyen, mert most ugye elmondtam az elején, hogy lesznek sportolós feladatok is, akár jutalmakért, ezt majd addigra kitalálom és meglátjátok, hogy hogyan. Tehát a sportolós feladatok miatt mondjuk lehet, hogy praktikus, hogyha úgy öltöztek, hogy nem feltétlen az a lényeg. Figyeljetek, én ott leszek, meglátjátok azt, hogy nem csak felső testem van és milyen kövér vagyok, és hogyha meleg van, akkor én sem fogok úgy öltözni, hogy már pedig elegánsan, de izzadjak szarrá. Tehát tényleg kényelmesbe gyertek, nem az a lényeg, ez nem divat bemutató, az a lényeg, hogy jól érez magad abba, ahogy jössz. Szerintem mindent elmondtam nagyjából. Igen, ha bármi kérdésetek van, komment szekcióban, most ne itt az élőbe, ahogy megy a premier, komment szekcióban tudtok kérdezni, illetve priváton tudtok a Mungufta Family Instagramon és az animesurdo@gmail.com-on. Tényleg, ha bármi kérdés van, várjuk. Illetve, ha valamire érzékeny vagy, akkor írd meg nekünk, tehát ha mondjuk nem ehetsz mogyorót, vagy nem ehetsz teljes dolgot, akkor azt tudjuk, hogy a talin nehogy adjunk neked, hogy te megedd, mert nem szeretnénk, hogy baj legyen, ezt jelezzétek, hogy van-e valamire érzékenységetek. Tudom, érzékenyek vagytok a hülye vicceimre, ezért azt majd mérsékeltem fogom ott oltani. Ez egy vicc lett volna, kb. Ennyire lesz jó az ottani viccem is. Úgyhogy, ha tetszett, dobj egy lájkot, mindenféleképp kommentbe jelezd azt, hogy fixen tudok jönni Dév, vagy talán tudok jönni Dév, vagy nem tudok jönni. Nem baj, ha tele lesz azzal, hogy nem tudok jönni. Mindenkit, aki tud jönni, szeretettel várunk, hozhattok barátot is ismerős, de azért tudja az, hogy ki vagyok, vagy lássa a csatornát, mert neki nagyon fura lesz az, hogyha azt se tudja, ki vagyok. Még erről jut eszembe, hogy testvérek, volt ez is egy kérdés tavaly, hogy kihozhatod-e a testvéredet, tehát hogy lehet-e úgy otthagyni, hogy mondjuk kisebb a gyerek. Igen, mi Janával voltunk táborba, táboroztatni vezetőként, úgyhogy attól független, hogy mi csináljuk a YouTube csatornát, voltak olyan eseményeink, ahol a gyerekekre vigyáztunk, kb. 40-50 gyerekre voltunk négyen felügyelők, úgyhogy ezzel sincsen probléma, megoldjuk. Várunk mindenkit szeretettel, és akkor találkozzunk következő hónap 14-én, augusztus 14-én, 9:30 után. Én Dév voltam, sziasztok!